Kedves megjelentek, kedves vendégek, tisztelettel köszöntök mindenkit államalapító Szent István ünnepén, 2021. augusztus 19-én, Tiborakor itt a városában. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat erre az ünnepi képviselőtestületi ülésre, amely a hagyományoknak megfelelően fog ebben az esztendőben is lezajlani. A szokásoknak, de hagyományoknak megfelelően ez egy formai képviselőtestületi ülés, ez ebben az esztendőben is így lesz, úgyhogy tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait az ülésen, akik itt foglalnak helyet, és tisztelettel köszöntöm a fellépőket, meghívott előadókat, az ünnepi szónokot, Szabó Tibor urat, illetve dr. Szabai Gábor tévános urat, illetve Bakai Péter evangélikus lelkész urat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület négy fő jelenlétében határozatképes, a többi képviselőtestületi tagja lesz, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, igazoltan távol van. A jegyzőkönyv hitelesítő személyre javaslatot tennék, Galamb Borsolya, illetve Horváth Erzs képviselőtársaimnak felkérem, erre elfogadják, kérem szavazzunk a személyükről. Egyrangú, köszönöm szépen, és ismertetném az ünnepi képviselőtestület ülésnek a napirendjét. A Zipró zenekar, akit szintén köszöntök előadásával, kezdünk természetesen a himnusz után. Utána ünnepi beszédet tart Szabó Tibor, Jászén Mari Díjas színművész, a Szombathely Vörös Sándor Szia az igazgatója. Utána város kitüntetéseinek átadása következik, aztán az új kenyér megállása, megszentelése. Itt kérem a szíves közreműködést Bakai Péter evangélikus lelkésznek, illetve dr. Szalai Gábor tévános úrnak. Aztán ezt követően az új kenyér megszegése, illetve közösen fogyasztása következik. A ülés napirendjével kapcsolatban, ha nincs egyéb felvetés, akkor kérem szavazzunk erről, aki egyetért vele, kérem jelezze. Köszönöm szépen a képviselőtestületet, egyhangulag elfogadta az ünnepi képviselőtestület ülésnek a napirendjét, és egyúttal kezdésként megkérek minden megjelentőt, hogy közösen énekeljük el a himnuszt.
szülötte az út előtti ár. Hova dobul a ház előtt, indul a hegyekben át. Fehér ló fia, Isten szülötte, hét határon, hét határ. Hív a három, hív a vágy, indulj, ne várj. Szikrát szól a rőzse lány, a füstben kér a látomás, hogy szétszórva a nagy család, testvér, testvér nem talál. Szikrát szól a rőzse lány, a füstben kér a látomás, hogy szétszórva a nagy család, testvér, testvér nem talál. Indul arra, hol kér a nap, egy folyókon át. El kell mennem, várnak rád, ül a kezdi rád. Szemedben már ég a tűz, vezesse Isten léped. Írásban vagyok, úgy legyen, vezesd miért a népedet. Side.
világban világom, az égi élő fának, ha benne újra ágam, produkcióját, még hallani fogják őket a műsor folyamán, testvetülés folyamán, és most tisztettel felkérném Szabó Tibor színművészt a ünnepi beszédnek tartására. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt plébános és lelkész urak, tisztelt önkormányzati képviselő hölgyek és urak, kedves ünneplő közösség! Talán nem vagyok egyedül a gondolattal, ha azt mondom. Olyan időket élünk, amikor szédítő sebességgel változik az értékrend, a gondolkodásmód. Aggodalommal figyelhetjük, ahogy a szűkebb és tágabb környezetünkben hamisabbnál hamisabb ideológiák kelnek életre. A közösségi érdek egyre inkább teret veszi az egyéni érdek érvényesítésével szemben. Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól látható, hogy a rosszul értelmezett személyes szabadság, a szolidaritást nem ismerő, és a hagyományos közösségi létjogosultságát el nem ismerő individualizmus, a szellemi és erkölcsi gyökerek megtagadása, a nemzeti önfeladás káoszhoz, kiszolgáltatottsághoz vezet. Napról napra szinte észrevétlenül költözik belénk a félelem. Mi lesz velünk? A gyermekeinkkel, az unokáink. Megmarad-e Szent István népe, a keresztény alapokra felépített Európa, a humanizmus, a szabadság, a függetlenség értéke? Békében és biztonságban élhetnek-e majd az utánunk következő generációk a saját országunkban? Azt gondolom, hogy ennél a kérdésnél ma alig ha van fontosabb. Aki megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Ez az egyik legfontosabb öröksége Szent Istvánnak. És a mai napon ezt az örökséget ünnepeljük, azt az örökséget, amire a magyarok nemzedékei vigyáztak 1000 éven át. Államalapító nagykirályunk minden időben, minden történelmi korban, minden politikai rendszerben utat mutatott. És a Szent Istváni eszmét csúfolják meg mindazok, akik nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat, mint megmaradásunk megadni zálogát, áldozzák fel az önös érdek, az álközösségek és a hamis ideológiája oltára. Kedves ünneplő közösség! Augusztus 20-a nem csak Szent István és az államalapítás ünnepe, hanem az új kenyér ünnepe is. Az új kenyeret ünnepeljük, amely az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja, amelyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása.
A magyar ember számára a kenyér nem ugyanaz, mint Európa vagy a világ más tájain élő kenyere. A bolti kenyér íze minden nap ugyanaz, nem érezzük a különbséget. Én viszont még emlékszem az anyai nagyanyám által kovászolt, dagasztott és a házi kemencében megsütött kenyér ízére, és arra, hogy az a kenyér több nap elteltével is ugyanolyan ízletes volt, mint a sütése napján. Augusztus 20-án a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi asztal ékessége lett, és az idők során jelképévé vált az államiság ünnepének is. Szent István ünnepe, Sík Sándor szavait idézem, nem csak a magyar ünnepe. Ünnepe az egész kereszténységnek, hiszen ő volt az első európai uralkodó, akit az egyház szentté avatott. Ünnepe és példája az egész emberiségnek, ünnepe a haladásnak és a kultúrának, amelynek egy nagy jövőjű és nagy tehetségű fiatal népet állított szolgálatába. De ünnepe mindenek előtt a magyarságnak, a magyar népnek, amelyet a nagy király nemzetté épített, amelynek először alkotmányt adott, és amelynek utatot mutatott a földi és égi örökké valóság felé. Ünnepe minden egyes magyarnak, hiszen fölséges alapja örök normája a magyar férfi jelennek. És ünnepe nem utolsó sorban a magyar családnak, hiszen a keresztény magyarság történelmének első lapján soha el nem gyúló fénnyel ragyog annak a magyar szent családnak a népe, képe, amelynek az atya volt, és amely 300 év alatt 14 szentet adott az emberiségnek. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünnepünk! Állam alapító Szent István királyunkra emlékezünk. Számára a jognak, a törvényeknek a célja és feladata nem volt más, mint a jó és a rossz megkülönböztetése. Az igazság és az igazságtalanság elválasztása. A gyengék és a kiszolgáltatottak védelme. Ez kell, hogy mércéje legyen mai életünknek, és mindannak, ami ehhez tartozik. Gondoljunk itt a közéletre, a politikát gyakorlókra, de még gazdasági törekvéseink tekintetében is. Talán még soha nem volt ilyen nagy szükség egy korrekt és okos kultúrát, műveltséget és minőségi értékrendet nyújtó és teremtő közgondolkodásra. István királyunk egy olyan közösséget vezetett, amelyre minden tagja büszkén gondolhatott. Minden, amit tett, az számára személyes ügy volt. Személyes elkötelezettség és személyes szolgálat. Ezért volt képes összetartani a szív, a lélek és a személyes meggyőződés erejével a közösséget és felépíteni egy országot. Jól lenne leszámolnunk azzal a hamis mitosszal, hogy mi magyarok megosztottabbak volnánk, mint más nemzetek. A vélemények különbsége ugyanis szerintem nem megosztottság, hanem természetes állapot. Ugyanis a Szent Istváni örökség másik fontos eleme az, hogy a hagyományok megőrzése, a múlt tisztelete nem jelenti, nem jelentheti a jelen és a jövő megtagadását. Tagadásból nem lehet közösséget építeni, csak értékteremtésből. Az a közösség, amely tagadásra épül, vereségre van ítélve. Ezért nem tehetünk különbséget az értékteremtők között, hanem meg kell becsülnünk őket pártállástól és politikai, ideológiai hovatartozástól függetlenül. Szent István szellemisége, felvilágosultsága és józansága példaértékű mindannyiunk számára. Az lenne az üdvös, ha az ő példáját követve megpróbálnánk túllépni a kicsinyességeinkkel, és végre közösségben és egységben gondolkodnánk. Észre kell vennünk azokat a dolgokat, amelyek összekötnek minket, mintsem amelyek elválasztanak. Meg kell tanulnunk nem kategorizálni egymást, nem ítélkezni egymás fölött, hanem példát mutatni egymásnak. Éreztetni és kifejezni, hogy mind egybe és összetartozunk. Bárki bármit is mondjon. Ez mind-mind Szent István ránk hagyott öröksége. Köszönöm szépen neki szerint jelentőt. Köszönjük művész úrnak a ünnepi gondolatait, és felkérjük az utolzenekart, hogy
tartsa meg ünnepünk során a második részét. A kamácsári királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát. Győzelmeket ő arat, kerge támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő rott le ellenséges várokat. Minthogy pedig a tanácsnak akkora haszna van, ostoba, böffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér. Hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajtán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, fia, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz. Ne is kérdőjük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe. Ne terjessze a vonatok szeressége. Fiaikat nyámalítsák. A fiak pedig azért fiak,
hogy szüleiknek szót fogadjon. Aki atyával szembe száll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szembe. És az engedetlenség szeretje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pest is az egész királysággal. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeletei mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplőit azgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden bétyúja nélkül kövessen. Mert nehéz lesz megtartani egy tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Yeah.
Thank you.
évvel ezelőtt egy férfi teremtett egy országot. Most elhangzott minden herceghez intézett ítelmei, a mai napig megállják helyüket. Mi egy közösség vagyunk, egy közösségben élünk. Vérét vérünkbe hordjuk, és ott lőttett a szívünkben. De az, hogy közösség maradjunk, ahhoz kell mindenki. Ez nélküled nem megy.
Nagyon szépen köszönjük a zenekarnak ezt a szívfelszóló és az ünnepesztély megmértő műsor, azt hiszem valamennyiünk nevében. És a következik az a napi rendi pont, ami ebben a, tehát minden esztendőben, ebben az időszakban, ebben az, ezen az ülésen aktuális, ez pedig a kitüntetéseknek az átadása. Az önkormányzat által alapított díjakat, a díjakat mindig augusztus 20-án ünnepi képviselőtestület formájában, keretében adjuk át, és javaslatot bárki tehet az a név május 31-ig. Ezután a képviselőtestület ezeket megvitatja, és az augusztus 20-i ülésen a döntésnek megfelelően átadja ezeket a kitüntetéseket. Több önkormányzat által alapított díj is van, amelyek közül kettő olyan van, amit az idei esztendőben átadunk. Hosszú idő után, itt köszöntöm a körülben minden Miklósulat Bükváros tisztpolgárát, csaknem egy évtizede, közel egy évtizede, 8-9 éve kapta az elismerést, és ez ideig, vagy eleddig utoljára, de most érkezett jelölés díszpolgári címe is, és szeretném a nevet elmondani, az oklevelet átadni, de utána szeretném felolvasni azt a meglehetősen hosszú, de nagyon tartalmas és nagyon értékes felterjesztést, illetve méltatást, amit a felterjesztő szervezet készített. Megkérném Baranyi Robert, a polgármesterüdat, hogy segítkezzen a működjön közre a látadásban. Tehát az idei esztendőben Dükk Város díszpolgára címet adományozunk. Lojdú Miklósné, Göcsei Etel, katolikus Göcsei Etel néninek, példamutató életútjáért a Büki Római Katolikus Egyházközségben 65. éve végzett kántori szolgálatáért. Karakteres, mezzoszoprán hangjával és a hangszerek királynői való kiemelkedő játékával 1956 ősze óta segíti a liturgia ünnepélyességének a fokozását a hírek körében. Ferdi György atya, egyházközségünk korábbi lelkipásztora egyszer találóan úgy fogalmazott vele kapcsolatban, a papok csak jönnek és mennek, de az etanéni marad. 1937. december 23-án született Zsirán, ötgyermekes család negyedik sarjaként, édesapja bognármesterként dolgozott, míg édesanyja a gyermekek neveléséről gondoskodott. Eta néni 4 éves volt, amikor a család Lütte költözött. Édesanyja révén szerette meg az éneklést, aki nagyon sokat és szívesen énekelt a gyerekekkel, különösen a szűzanyás énekeket. Már kisgyermekként vonzotta a kórusi szolgálat. Vágyakozva hallgatta az 1938-ban a kettős szentén, a Budapesti Eukarisztikus Világkongresszus és Szent István király halálának 900. évfordulának megemlékezésének összekapcsolása révén
vagy annak alkalmából a hívek adományaiból épített Angster orgonát Hüth templomban. 1948-tól azonban a kommunista rendszer mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházak helyzetét megnehezítse. A templomokban addig a kántortanítók, az egyházi iskolák egyes pedagógusai látták el az énekzenei szolgálatot, akik ezután válaszút elé kerültek. Vagy az államosított korábbi egyházi iskolákban maradtak meg tanítóként, vagy a kántori szolgálatot választották. A biztos megélhetést előbbi jelentette a többségük számára, ezért 10 kántortanítóból egy döntött csak az utóbbi mellett. Az 1950-es években, így a Büki templomban, templom alig néhány éve felavatott orgonája is csak ritkán szólalhatott meg, korábban a tanítók közül Szabó József, későbbi neves Büki néprajzkutató és helytörténész, majd Gyurács József működött közre így módon a szentmiséken. A nénivel ennek következtében a sok-sok csendes mise hallgatása érlelte tovább a gondolatot, hogy nagy szükség volna erre a szolgálatra, komoly lelki töltettel bír a hívő közösség számára ennek a hangszernek a megszólaltatása a liturgiában. Pedagógusi pályára készült, az egyházi tanítóként egyszerre, majd ő is elláthassa a kántori teendőket. Énektehetsége korán kitűnt a templomba járók körében is. Még általános iskolás kislány volt, amikor már ő énekelette a templomi énekeket, ekkor még orgona kíséret nélkül. 1955-ben a nyarat a településen töltő szeminarista kispa, Sermann Rudolf kezdte el megtanítani orgonálni. Az ő segítségével jelentkezhetett, ezután az 1955 őszén induló kántori képzés a Sopronba, Jáki Teodóz atya vezetésével, aki az orgonajáték mellett karvezetésre oktatta a 9-fős évfolyamot. Szabó Mária, Lajos atya szertartásában egyházi énekek és Halmos Alajos összhangzattan voltak még a tanárai. A Sopron városában való mozgást az 1950-es években a határsávrendelet nehezítette és bonyolította. Etanénnek is engedélyre volt szüksége a városban való tartózkodásra, amelyet azonban alig néhány hónapot követően már nem hosszabbítottak meg számára. Arra kényszerült emiatt, hogy magánúton folytassa megkezdett tanulmányait a kántorképzőből küldött anyagokból. Egy harmonium segítségével tudott felkészülni a későbbi vizsgára, amelyet 1956. május 23-án jeles osztályzattal teljesített. 1957-ben továbbképzéssel vehetett részt Győrben, ahol Szigeti Kilián panorámi bencés szerzetes tanította meg számára a pedálmű kezelését. Eközben már főállásban látta el a Büki templom kántori szolgálatát. Szülei örömmel és büszkén vették tudomásul, hogy egyik gyermekük így módon állt az egyházi, de vajon Isten szolgálatába, főképpen az édesanyja, aki titkon abban reménykedett, hogy két bátyja közül van, melyikük majd papi hivatást fogja választani. Természetesen a hívek és az akkori Büki plébános Radnóczy Ernő atya is áldásként élte meg, hogy az évek múltán újra lehetett a templomnak főállású kántora. Hangi adottsága jókán egyébként szerették volna elcsábítani a tehetséges fiatalt a faluból, ő azonban nem akart elhagyni az otthonát. Később megházasodott, majd férjével, Lojbül Miklóssal Bükön családot alapítottak, egy gyermekük született, ahogy mondja, szerényen, takarékosan éltünk, de amire kis családnak szüksége volt, együtt megteremtettük. 1958-ban elindította a templomi felnőtt énekkart, majd az 1960-as években egymás után kétszer, egyik majd a másik felben növekvő generációval gyermekkórust is szervezett. Etanémi annól még mindent latinul tanult, de még ma is fel tudja idézni az eredeti szertartási szövegeket, énekeket. És a gyerekekkel is még az egyházi liturgia hagyományos nyelvén énekeltette el a templomi énekeket. A felnőttek énekkor a mai napig is közreműködik alkalmanként a templomban, tagjai nagyobb létszámmal a nagy egyházi ünnepeken segítik. Ez a nagy kihívás jelentett számára fiatalként a virágvasárnapi és nagypénteki passió 4 szólamban való megvalósítása a kórus tagjaival, ezért erre a mai napig is szívesen emlékszik vissza. Idestóva 65 éves működése alatt azonban nem csak az alázatos énekesi és zenész szolgálatára vette ki a részét az egyházközséggel kapcsolatos feladatok sorából, hanem emellett például ő szervezte húzamos időn keresztül a plébánia zarándokutakat is. Mária Cerben, Németújváron, Boldogasszonyban és a környék számos búcsújáró helyén vehettek részt zarándoklaton az ő vezetésével a hívek, illetve a közreműködtek a hívek közössége.
Kedves emlékek ezek ma is azok számára, akik buszon ülve énekelték végig az utat, imádkozták közösen a rózsafűzét együttesen. 41 éven át segítkezett az éves egyházi hozzájárulás beszedésében, egy időben ráadásul még az egész településen végezte ezt a tevékenységet. Radnóczy Ernő egyszeres indívalomlását követően ő vette át a Rózsafűzé társulat vezetését, 70 éves koráig pedig tagja volt a plébániai tanácsadó testületnek is. Bár 55 évesen nyugdíjba vonult, Etanéni a mai napig is hűségesen látja a kántori szolgálatot. Ahogy az elmúlt évtizedek során a templomba járó hívek számának csökkenése arányában a papi hivatások száma is jelentősen visszaesett, egyúttal a kántori hivatás iránt is számottevően megcsapant az érdeklődés. Így módon viszont egy-egy plébánosra és az őket segítő kántorokra is sokkal több feladat, illetve több ellátandó plébánia és templom. Az ezredforduló tájékán kerül ők is abba a helyzetbe, hogy a települést egymás követő plébánosai és az őket kisegítő egy-egy káplán kellett, hogy vállalják ettől kezdve a környező falva katolikus hívei körében is a lelkipásztori feladatokat ellátják. Voltak olyan évek, hogy 8 kisebb település tartozott Bükkhöz. Nyugdíjas évei dacára ennek következtében etanénre is több feladat hárult, sőt alkalmanként környékbeli plébánosok is úgymond kölcsönkérték őt. 50 éves szolgálatának jubileum alkalmával természetesen ezzel kapcsolatban is kérdezték egy interjúban. A kérdésre, hogy nem okozott-e számára mindezt húzott nehézséget, így válaszolt, egyáltalán nem. A mindenkori plébánosnak feltartva kell szolgálni, így tanítottak bennünket, ez a helyes magatartás. 23 éven át Radnóczy Ernő, 18 éven át Nagy József, 5 éven át Horváth Imre, 6 éven át Lőrinc Béla, 5 éven át Ferlin György, 2013 és 21, tehát 8 éven keresztül Jász László atya mellett látta el a kántori szolgálatot, és most pedig az idei esztendő közepétől pedig dr. Szalai Gábor plébános úr mellett a Szent Kelemen templomban. Bükk mellett például Bő, Rócs, Gór, Tompaládon és Siklamberény településeken is rendszeresen besegített, vagy segít be a mai napig is a hétvégi szentmiséken vagy a temetéseken. Megszámlálhatatlanul sok szentmise, sok-sok esküvő, bérmálás, első áldozás és temetés által várt bükkiek és környékbeliek több száz család életének akár csak egy-egy meghatározó szakaszában fontos pillanatában a részességük. Eme jeles események alatt énekével és orgonajátékával, valamint pozitív, jókedélyű személyiségével elősegít őket abban, hogy közelebb kerülhessenek a Jóistenhez. 2006-ban az 50 éves szolgálata kapcsán, majd 2017. decemberében 80. születésnapi alkalmából etanén pápai áldásba részesületett, amelyeket hálaadó ünnepi szentmise keretében adtak át neki a helyi és környékbeli hívek sokasságának a részvételével. Mindig lelki örömet jelentett, hogy a Jóisten szolgálatom a kántori munkámmal, és persze hálás vagyok azért is, hogy az emberek szeretete végigkísérte az egész életemet, és azt én viszonozni is tudtam. Az énekés számomra a lelki felemelkedés, és így a munkám segített abban, hogy közelebb lehessek a Jóistenhez. Az ő segítségével, kegyelmével tudtam egy életen át ezt a szolgálatot végezni. Neki adok hálát mindezért. És ehhez mi is szeretnénk csatlakozni, még egyszer jó erőt, egészséget kívánunk etanén a továbbiakban is, és lássa ezt a feladatát, ameddig csak a Jóisten engedi. Másik kitüntetés adományozásával is döntött a képviselőtestület, bár ilyen hosszú méltatás már csak a kitüntetett életkora okán sem lehet ilyen hosszú, mint a etanénié volt, de mindenképpen figyelembe véltó, ezt is szeretném majd a kitüntetés átadása átvétel után ismertetni. Bükkváros ifjúsági kitüntető oklevelét Ambus Viktória kapja, a birkózás és a tökölgyúlás voltájában
ahogy említettem, és az oktevében is benn van, illetve az indoklás, rövid indoklásban is benn van, kettő sportágban is jelentős eredményeket ért el, hogy éve Viktória, birkózásban, illetve ökölvívásban, és a Büki Birkózó Klub, ahol a birkózást folytatja, az ő előtt is, Szabó Gábor urat is köszöntöm, hogy ült mellette, és ő készítette egyébként a méltatást, amelyet most szeretnék felolvasni. Törzsőkeres Bükiként pici óvodás korában kezdte a birkózást, testvérét Attilát követve. Viki így emlékszik vissza. Mindig is örökmozgó gyermek voltam. Szerencsére akkori edzőim Szabó Gábor és Szanti József időben észrevették a tehetségemet, és szakértő kezei közé vettek. Mivel nagyon fiatalon kezdtem a birkózást, csak arra emlékszem, hogy a versenyek nagy részét megnyertem, a fiúkat is elverve. Aztán ahogy nőttem, úgy erősödtem, és egyszer csak bajnok lettem. Jelenleg is, ha van időm, benézek edzeni, és elmegyek egy-egy versenyre, mert a birkózás szeretete visszahúz a szőnyegre. Annak idején iskola mellett sportoltam rendszeresen, sőt iskolai szakkörökön is részt vettem, mint például atlétikán. Ott is vittek versenyekre, és nem volt olyan, hogy üres kézzel tértem volna haza. Bő 5 éve kezdett el boxolni, és így folytatta az erről szóló beszámolóját. Egy iskolai bemutató húztam először kezdjük, rögtön megtetszett az ökölvívás világa, beszippantott a sportág. Szerencsére a sikerek is gyorsan jöttek, az első magyar bajnokságomat például rögtön megnyertem. Azóta pedig egymást követik a hazai és a nemzetközi versenyek, és egyre jó eredmények. Szeretek edzeni, versenyezni, engem nem kell noszogatni, ha dolgozni kell. Beválogattak az olimpiai keretbe, most azért dolgozom gőzerővel, hogy a kvalifikációs versenyeken is bizonyítási lehetőséget kapja. Minden sportolónak nekem is az az álmom, hogy egy olimpián képviselhessem hazámat. Van még időm, ha nem sikerül, az ötkarikás szereplés most ebben az esztendőben, akkor megcélzom a következőt. Viki egész eddigi élete a tanulás mellett szinte csak a sport körül forgott, így jó példát mutathat a jelenlegi gyermekeknek, hogy kemény munkával és kellő kitartással meddig lehet eljutni egy olyan kisvárosban is, mint Bükk. Ambrus Viktória birkózó, jelentősebb birkózó eredményei 2013-ban diákolimpia első hely, országos bajnokság a második hely. 2015-ben országos bajnokság harmadik hely. 2019 U23-as magyar bajnokság második hely, junior országos bajnokság harmadik hely. Ambrus Viktória boxoló eredményei, ifjúsági Európa bajnokság Szófiában 2017-ben harmadik hely, ifjúsági világbajnokság 2018-ban Budapesten 5. hely, ifjúsági Európa-bajnokság Rosetto Deli Abruzziban 2018-ban 5. hely, ifjúsági Európa-bajnokság Szófiában 2019-ben 2. hely, serdülő magyar bajnokság Becsésen 2015-ben 1. hely, junior magyar bajnokság Érdem 2016-ban 2. hely, junior magyar bajnokság Bükön 2017-ben 1. hely, ifjúsági magyar bajnokság Budapesten 2018-ban 1. hely, ifjúsági magyar bajnokság következő évben ugyanott 1. hely, felnőtt magyar bajnokság Budapesten 2019-ben 2. hely, felnőtt magyar bajnokság 2020-ban Győrben 2. hely, diákolimpia Vecsésen 2016-ban 1. hely, és diákolimpia Debrecenben 2017-ben 1. hely. Még egyszer gratulálunk! És most tisztelettel megkérem Bakai Péter evangélikus lelkész urat és dr. Szalai Gábor plébános urat az új kenyér megszentelésének megáldására. Tisztelt egybegyűltek, kedves ünneplők! Kenyér. Már a szónak önmagában is íze van. Kenyér. Kimondásakor, rágondoláskor, meglágásakor világok jelennek meg.
Most egy elmélkedéskör megfutására hívom Önöket a kenyér, mint jelenség kapcsán. A megízlelésére hamarosan polgármester úr fogja invitálni Önöket. A kenyér vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor vagy sok, vagy kevés. Vagy pedig épp elég, ami lehet, éhségűzésre jó, de jó lakásra nem. Ha nincsnek, nincsenek átmenetei. Ha van kenyér, azt vagy a világ egyik legtermészetesebb dolgának tartjuk, mert akiknek, mint akiknek jár. Ezért fogyasztása közben közömbösek vagyunk. Akár könnyedén, rezdüléstelen arccal, kézzel kidobjuk. Vagy pedig a világ egyik legnagyobb csodájának tartjuk. És evése közben magunk is átlényegülünk, miként a búzaszem a kenyérré válásának hosszú-hosszú útja során. Ha van érzékünk hozzá, látjuk a kenyér mögött a természet szüntelen, folyamatos, összehangolt, titokzatos munkáját. Az ember heroikus erőfeszítését a szántóföldtől a malomig, a liszttől a kenyér megszegéséig. A csodálat mellett megjelenhet a hála érzése is. Akkor, ha mind a természet működése, mind az ember ténykedése mögött meglátjuk az Isten. Jézus a lehető legmagasabbra helyezi a kenyeret az általa magára használt két metaforával, amikor ezt mondja, én vagyok az élet kenyere, azaz, amennyire kell az anyagi kenyér a fizikális élethez, annyira kellek én is a lelki-szellemi élethez, sőt a teljes élethez. Valamint a másik metaforával, én vagyok az élő kenyér. Azaz, amennyire élet van a kenyérben, illetve élete van a kenyérnek, úgy én is élek, és hatok, táplálok, szolgálok, ma is. A kenyérnek, az új kenyérnek ünnepe van, és nem fesztiválja. Van kolbász, lencse, hajdina, tök, gesztenye, és ki tudja még hány és miféle fajta ételvonatkozású fesztivál. Egyelőre a kenyérnek még nincs. Legalábbis nem hallottam róla, és remélem nem is lesz. Ha lenne, nagy mélységbe süllyedése lenne az embernek a stílustalanság, értéktelenedés, rettenet tengerében. Mint ahogy remélem, a zöldségnek nem lesz ünnepe, sem a kolbásznak, sem a lecsónak. Az ünnep minőségileg más, mint a fesztivál. Lényege, üzenete, tartalma, hangulata egészen más az ünnepnek. A kenyérnek méltósága van. Rangja van, szimbolikája van. Az új kenyér ünnepe maradjon ünnep. Tudjuk ünnepelni az új kenyeret. Ne fosszuk meg a tisztelettől, örömtől, hálától, hanem mindezt megtartva bővítsük reménységgel, szépséggel, mennyei dimenzióval. Így áldja meg az egyik az Isten, ezt az új kenyeret áldja meg a fogyasztóit, megkóstolóit, megízlelőit, áldja meg hazánk új kenyerét, és szerte a világon mindazokat, akik új kenyérhez juthatnak. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ünneplő közösség, legszertebb imádságunk a mi atyánk, ebben hangzik el minden egyes imádkozása, fohászkodása alkalmával mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Keresztény ember és a jó indulatú, jó szándékú nem keresztény ember
egyaránt, hogyha kap valamit, akkor köszönettel van az adakozó felé. Különös módon akkor, hogyha nem csak úgy kapja, de kérte is előtte az ajándékot. Ez a mai ünnep, kenyér ünnep, új kenyér ünnepe arra szolgáltat alkalmat mindannyiunknak, hogy az egyébként evidensnek, magától értetődőnek vett élelmet, a kenyeret értékeljük úgy, mint amit kitartó kéréseink alapján a mennyei atyától kapunk, és legyünk hálásak érte. Biztosan ismerős a jelenet többünknek, hogy szülő, nagyszülő kisgyerekkel találkoznak kedves ismerőssel, rokonnal, és az átad neki cukorkát vagy csokit, és a gyerek néma marad, röstelkedő szülő rászól a gyermekre, hát mit kell ilyenkor mondani, és rafinált gyerek rávágja, kérek még. Sokszor mi magunk is így vagyunk azokkal az Istentől kapott ajándékokkal, amelyeket magától értetődőnek veszünk, és nem köszönjük meg azt. Mi most ezzel ellentétben forduljunk az Úristen felé, és hálatelt szívvel az idei új kenyeret köszönjük meg. Mondd is elő, mennyei atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként idehoztuk ezt az új kenyeret. Hálánk jele, hogy amikor rá Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szárítottak, őröltek, dagasztottak, akik sütötték, hogy illatos ajándékot minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadunk érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le a kenyérre, és mindazokra, akik hálatelt szívvel fogadják. Amen. Köszönjük szépen, és elérkeztünk a képviselőtestületi, ünnepi képviselőtestületi ülés azon pontjához, hogy a megáldott, megszentelt kenyeret megszegjük és elfogyasszuk közösen. Ebben az esztendőben is Pukler Emil otthonában, otthoni kemencében készítette a kenyeret, és bocsátott a rendelkezésre, úgyhogy ezúton is köszönjük neki. Az idei évben Juhász Sándor úr javaslatára, igazából tavaly javasolta, csak én elfelejtettem, javasolta, hogy a pezsgő helyett borral kocincsunk, hát tényleg ugye a pezsgő az az ünneplésnek az itala, de hát mégis Magyarországon borral illik, és talán ez jobban is passzol hozzá, hogy az idén így lesz, és hát adódik a lehetőség, hogy Bükváros borával, amelyet az idejében nem tudtunk újat választani, ezért a tavalyi Molnár Sándornak a csepregi bora, amivel tudunk kocintani, kollégák ezt fogják szervírozni, és hát bízom abban, hogy ez a kis újítás sikerül, hiszen a ötletgazda, a borosgazda, a házigazda és Sándor volt, úgyhogy rossz rendelt a kifutása. Megkérem tisztelettel a polgármester utat, hogy a új kenyér megszegésében, kiosztásában működjünk közre, és köszönöm mindenkinek is a jelenlétet, és fogyasszák egészséggel az új kenyeret, illetve a város borát. Köszönöm.
Kérem, hogy a ülés végén közösen énekeljük el a szózatot.